年の子と亀の子、だてに背負っちゃおらんわい。Hello, hello mindenkinek! Az előző videóban sikerült kinyitnom az új Master Roshit, szóval bedobtam őt egy ilyen movie per Dragon Ball Saga teambe. Az a baj, hogy őt, hogy tényleg működésre tudjam bírni, ahhoz egy... az ki kéne nyitnom az új LF Kid Gokut, akit még nem sikerült. De megpróbáljuk így is úgy is működésre bírni. Kapott tőlem néhány equipmentet, ez a legjobb, ami rajta van perpil, mert ugye ez egy vacant equipment, amik általában jobbak, mint a szimplák az esetek többségében. Itt lesz nekünk Demon King Piccolo, aki egy csomót supportál Roshinak, és az ő saját súlyát is tök jól tudja húzni. Ő egyébként egy free-to-play karakter, szóval bárki ki tudja farmolni díjmentesen. És az egy csillagos Pen, aki valószínűleg meg fog halni az esetek nagy részében. De jó a supportja. És szeretném, hogyha Roshi nagyon jól néz neki ebben a videóban. Vágjunk is bele. A legnagyobb félelmem most az, hogy világszerte olyan top 3000 környékén vagyok. És a játék majd úgy gondolja, hogy te egész magasan vagy, akkor biztos egy csomó jó tímed van. Szóval mit szólnál, hogyha 30000 God Rank-es playereket raknénk be neked? Amit annyira nem értékelnék egy ilyen teammel. Cső. Egy kicsit nagyon koncentrálnom kell. Mert egy rossz mozdulat, és valaki meghal a teamemen. Szóval ez nem lesz egy túlságosan kommentárral teli videó. De legalább látni fogjátok, hogy egy szar teammel is egészen jól lehet működni itt magasabb rangokon. Természetesen. Létszős, ne cover change-e? Oké. Színsemlegesek leszünk a green... Mondom, színsemlegesünk leszünk a green card-dal. Van ezen blast armor? Tuti van, oké. Király. Ez az! Ezt szeretem látni. Na gyerünk, perfect finish. Oh. Jaj ne! Jaj, ne! Hely, az egycsillagos Pen egészen jól tankol ahhoz képest. Ha. Oké, erre nem számítottam. Azt hittem, hogy két kártyában meg fogok halni. Na, ez viszont a Demon King Piccolo simán betankolja. Légy szíves. Azt hiszem. Ennek az ultinak egészen örülök, mert ez kitörli az egész kezemet. És szinte csak special move-jaim voltak, szóval... nekem tök jó volt. Igen, gondoltam. Rusholjak még egyszer? Szerintem rusholni fogok még egyszer. Én még egyszer rusholok, nem érdekel. A tímem megérdemli, hogy kétszer rassoljak. Ne, Roshin, ne hajj meg! Ó, inkább. Ez az, na, színsemlegesbe megyünk. Az micsoda? Mi az a kérdőjel? Vagy mi volt az? Ez az! Kifejezetten értékelem a játék részéről, hogy nem kapok olyan ellenfeleket, akik ellen konkrétan semmi esélyem nem lenne. Nem, te menj innen. Képpennel.
beszerezzük a jóságokat, a Green Cardot és a Special Move-ot. Bizony. Nem, nem, te jössz velem. Goku, én vagyok a mester itt, nem te. Azt hittem, el tudom kapni vele, mert nem tudja, hogy mit csinál a karakterem. De úgy tűnik, talán tudja, hogy Roshi mit csinál. Hey, nem lakkolod be. Az egyetlen karaktert, akire szükségem is van. Körülbelül amúgy erre számítottam, amikor elkezdtem ezt a videót. Gyerünk, dobjunk egyet oda. Oké, meghalt. Igen, Demon King Piccolo lesz az, akit... akit meg carry-zi az egész videót. Van egy olyan nagyon erős előérzetem. Szepad. Szép volt. Ideje spitchelni. Ha Pen meghal, akkor meghal. Tehát van, amit tudok tenni egy egycsillagos Penér? Nem igazán. Ó, de ha Goku frizet, le tudnám rassolni valahogy, ez a világ legkirályabb dolga lenne. Ja. Nem fogok Demon King Piccolót beszütcselni ezért. Nem mész innen. Ajaj, rassolva leszek. Nem leszek rassolva. Talán még nyerhetek, ha minden jól megy. Goku Freezert men, le tudom lassolni. Eltelt annyi idő. Megnézzük, hogyha beszwitcheli. Ha beszwitcheli. Adja a kártyát. Jó. Mivel Rising-os után eltűnik az összes kártyája, azért tackle-alak egyet és lerassolom én is őt. Ha csak Zamasu nem jön be és rontja el a meccset. Nem jön be. Oké. Még nyerhetünk. Még látom a célt. Még ott lehetünk. Még megvan az ultink. Roshival, azt hiszem, talán. Ott van. Ez az. Mi? Roshinak az útja nem nullify a endurance-et? Wow. De ez... ez elég szomorú volt. Konkrétan izzad az ujjam, annyira próbálok nyerni ezzel a témmel. Izzadság van az ujjaimon. Hogy lehet ilyet csinálni? Aj, ne, Vegito Blue. Király. És lokkol van a special move-om. Na. Kezdjünk bele a dolgba egy kicsit. Jaj, ne. Ne! Oké. Okay.
Szerintem lassan bejön a gogettája. Gondolom. Lassan. Nem, nem. Ilyet én is tudok. Egészen sokat sebeztem. Egészen sokat sebeztem. Elkaptalak! Ez az! Egyébként neki az útja is úgy működik, mint Vegito Blue-jé, hogy a sebzés a csapattársakra is átmegy. Ami, hát nem volt valami jó sebzés. A három cső... Basszus. Demoking Piccolo, öj! Ez az! Oké, okay. Működünk. Működünk, srácok. Én úgy érzem, hogy lerassolom, még hogyha endurance is van. Megéri, mert legalább ezzel nem kell foglalkoznom később. Kimehetünk Roshira. És meghalhatunk Roshin. Igen, a probléma itt az, hogy nincsen egy értelmes tímem Roshinak, és ráadásnak csak három csillagos. Au. Na mi a terv, haver? Ezt kap ki. Ez... Nem gondolom, hogy így működik. Végérvényében mi a véleményem Roshi mesterről? Szerintem egy teljesen korrekt karakter, csak ne várjátok tőle azt, hogy ilyen Goku Freeza vagy Ultra Vegito Blue szinten lesz PvP-n. A magasabb csillagokon lenne, és lenne egy normális teamem, ugye az egész banner, az új banner arra van építve, hogy azzal a három karakterrel használd őt. Szerintem nagyon jól tudna működni PvP-n. Elegendő csillagon, jó equipmentekkel és egy kis skiller ugyebár kompenzálni kell, de én ajánlom, hogyha szereted a karaktert magát. Ha csak azért akarnál szamonolni rá, mert szeretnél ingyen nyerni meccseket, akkor csak gyűjtsd össze a kristályodat a Legends Fesztiválig, mert ott lesznek ilyen karakterek. Köszönöm, hogy végignézted a videót, csatlakozz a Discord szerverhez, írd le kommentbe a véleményedet, és ennyi. Ja, vigyázz magadra!